Abba Novák Vilmos a két világháború közti időszak ünnepelt freskó festője volt, akinek több alkotása található a koronázó városban. A Magyar-Francia Történelmi Kapcsolatok című pannón a Csókképtárban, a Szent István Mauzóleum falképein, valamint a Városháza emeleti falképein állított emléket a magyar történelem nagy alakjainak. Különleges élményben lehetett része azoknak, akik ellátogattak a freskófestő tiszteletére rendezett emléknapra, művészettörténészek tolmácsolásában ismerkedhettek meg munkásságával. Az egész programnak az apropója az az, hogy egy magánembertől a Városháza megkapja 3 hétre az ottani 3 falképnek a tervét, a kartonját, és ennek a kiállításnak az apropóján gondolta a városvezetés azt, hogy csináljunk egy ilyen koncentrált másfél napot, tehát a mai napot és a holnapi napot, amikor is Abba Novák fehérvári műalkotásai megtekinthetők szakvezetéssel, idegenvezetéssel. A grafikus tiszteletére rendezett történelmi sétát a 2013-as Szent István emlékív jegyében szervezte a város önkormányzata. Valóban csodálatos alkotásokról van szó, élmény innen minden nap kilépni és megnézni ezt az alkotást, és ez mindig figyelmeztet is bennünket, hiszen ezek a történelmi alkotások a város és a nemzet történelméről szólnak, amik azt a felelősséget is mutatják nekünk mai itt élő fehérváriaknak, hogy mi milyen városban élünk, amire itt a sürgős forgás, a mindennapok rohanása közepette nem is mindig gondolunk. A séta utolsó állomása a Városháza volt, amelynek első emeleti folyosóján az 1938-as ünnepi év eseményeit ábrázolja az a falfestmény, amelyet a művész betegsége majd halála miatt nem fejezhetett be. A program során megtekinthetőek voltak Abba Novák Vilmos eredeti szekkó tervei is.